Szegély eladás. Utolsó lap. Újra itt vagyok. Ma nagyon jó napom volt. Hetek óta csak nézegettem azt a fiút az ötödikből, erre ma ebédnél mellé ült. Úgy remegett a kezem, hogy a listemek csak úgy hullottak vissza a tányéromba. Nem is mertem ránézni. Mit is akarhat egy negyedikestől? De leült ma mellém, és én olyan boldog vagyok. Megszólított. Ide adnád a sót? Nem is tudtam válaszolni neki, és csak habozva nyúltam a sótartóért. Fel is borítottam. Azt hittem, hogy elsüllyedek szégyenembe. De ő csak kedvesen mosolygott. Holnap lesz a szülinapom. Bárcsakapa itthon lenne. Úgy várom már, hogy vége legyen ennek az egésznek. Várom, hogy apa újra velünk legyen, és azt is, hogy a bátyám hazajöhessen a nagymamától. Hogy szabadjon róla beszélni. Ne kelljen titkolnunk, hogy itthon maradt. Ne kelljen anya szemét mindig így látnom. Úgy szeretnék élni, mint az előtt. Ne kelljen futnunk a pincébe, ha megszólal a sziréna. De azt hiszem, már hamarosan vége. Az iskolában ünnepséget tartottak, süteményt is adtak. Nem ettem meg. Elhoztam anyunak. A tanítónéni megkérdezte, hogy miért nem eszem meg, megmondtam neki. Erre odaadta az övét. Azt mondta, ő nem szereti ezt a fajtát. Meg azt is, hogy allergiás a szeme, azért könnyezik. De tudom, hogy nem akart elárulni, hogy sírt. Anyáj is ilyen. Biztosan tetszett neki az ünnepség, vagy a jó hírnak örült annyira, hogy eheredt a könnye. A süti az ünnepség miatt van, mert mindenki hajókról, sokaságról, meg valami kimondhatatlan nevű helyről beszélt. Perlabról vagy Valhabról? Nem tudom biztosan, de a felnőttek nagyon örültek. Biztosan valami nagy ünnepség volt ott is. Érzem, hogy nem sokára vége. Szeretnék megint labdázni a télen, futkározni a fűben, messze minden pincétől és óvóhelytől. Azt kívánom most a szülinapomra, hogy holnaptól legyen ennek vége. Ne kelljen többé óvóhelyre mennünk, ne kelljen többé felébreszteni a kisugomat éjjel is futni. Azt kívánom, hogy holnaptól minden változzon meg. Most már lefekszem, mert álmos vagyok. Nagasaki, 1945. augusztus 8.